Sziasztok, sziasztok! Egy újabb vlog, de most már Budapesten vagyunk, ezt egy kicsit jobban ismerték ezt a helyet, mint az előzőeket, de már itt is csak egy fél napot leszek, itt voltam a hétvégén is. Kicsit csodálkozható talán, hogy a hétvégén egy olyan videót adtam ki, vagyis már egy olyan videót adtam ki, hogy San Diego-ban voltam még, igen, az kimaradt valahogy rajtam egy SD kártyán, hogy igazából ott volt az utolsó vlog Amerikában, és tudom, hogy nagyon rossz volt a hang, a hangon most is majd dolgozni fog egy kicsit, de egyelőre még nincs külön mikrofonom, ami jól működne mobillal is, de ami már most jól működik, az még mindig a V20-esek a kamerá, és látjátok hátul, hol vagyunk éppen a hősök terén, persze. Most fog találkozni egy sráccal, aki talán majd írni fog igazából az új weboldalon, ahol jelentkeztetek egy páran is, ha szeretnétek segíteni. Videósokat majd egyelőre nem keresek, mert az egy kicsit több nem csak tudás kell, hanem gyakorlat is kell majd videózni, de majd meglátjuk, hogy hogy alakul ki az új oldal, ahol persze egy fórumot is tervezek, meg sok minden más is itt majd az új tech videónál. Épp Huawei-t találkoztam, kicsit beszélgetünk arról, hogy a Magyarországon kicsit nehezebb újságíró lenni, mint külföldön. Ezekre is majd kicsit egy külön vlogot, hogy igazából mik a nehézségek. És itt már látom, hogy mindjárt itt is lesz a kollega, akivel találkozok. Majd, hogyha beleegyezik, akkor őt is talán a vlogba belerakom, hogy kicsit lássatok, hogy mikor szoktam beszélgetni. Itt amúgy, hogy még nem voltatok, ez itt a Műjégpálya a Városligeten. Köszönöm az a néve, igen, Városliget. És itt már voltam egyszer korizni, vagy 3 éve. Münchenben van a kori cuccom, és láttátok is egy pár, hogy már szoktam mindig korizni, mert hogy csinálom mindig a videókat a telefonnal. Telefonteszteket, kameratesteket ott, amikor korizok. De itt se rossz, csak nem olyan jó a jég, mint nálunk itt Münchenben, ahol tényleg 2 óránként megcsinálják, meg azt mondom, egyszer naponta csinálják csak meg. Trollik sincsenek, ami Németországban, és semmi másik városban sem láttam egy trollit. Tehát Amerikában egyszer, hogy tényleg buszok, amik ki vannak kötve fent, eléggé fura a dolognak számítani igazából sok embernek Magyarországon. Ez úgymond standard. Ja, most találkozom itt majd a srác, és majd utána folytatjuk itt a vlogot, ahol majd le is eszem majd a feladatomat, meg a cuccomat is, amilyen beülünk valahova gondolom dumálni, és egy kicsit majd még mesélek arról is tényleg, hogy mit csinálok ilyenkor Budapesten, és hova megyek meg persze tovább, mert hogy ebben a videóban még azt is látjátok, hogy megint a repülőtéren leszek, és repülök megint valahova, és hát ha még történnek érdekes dolgok, és még nem is meséltem egy sztorit, amit a Swiss Airlines-nál történt velem, de majd később erről is beszámolok nektek először, lássuk, hogy milyen emberek talán dolgoznak majd itt nekünk, itt a tech videónál. Nem tudom, hogy ismerik azt a verset, hogy korán reggel útra keltem, se nem ittam, se nem ettem, hát kb. Így érzem most én is magam. Tegnap Valentin nap volt, és igazából a Zsófra sok mindent csináltam egész nap, csak most hajnal 4, oda van a Budapest nyugati pályaudvaránál, mert én itt indulok nem vonattal igazából messze, hanem igazából csak a reptérig megyek ezzel a vonattal, mert ezt lehet használni a bérletem és a budapesti bérletet, és ott átszak egy buszra, és kb. 50 perc a nyugatiból kijönni a reptérre úgy, hogy nem kell extra jegyet meg bejelentet vennem, hogyha Budapesten belül igazából van bejelentem, ami nem rossz dolog, de egy órát hajnal 4-kor utazgatni, úgyhogy most nem alszom tovább igazából, nem tényleg figyelnek, hogy hol kell kiszállni, nem annyira kényelmes dolog, de hát már 5 óra 50-kor beszállok a Air Berlini repülőgépembe is, irány Frankfurt, ahol egy 1,5 napos panaszonikos milyen kiállításon leszek, abból még a végéből látod egy kicsit, de igazából ezt mindegyik cég megcsinálja így az év elején, a Sony is, a Samsung is, meg mindenki más is, hogy ilyen kis roadshow-t csinálnak, hogy például Németországon körbe mennek, vagy csak egy helyen vannak és meghívják az embereket oda, hogy bemutassák azt, hogy milyen újdonságok lesznek ebben az évben majd a piacon, külön-külön így igazából le tudják kötni az embereket, főleg az ilyen nagyobb boltokból a volt vezetőket, hogy megnézzük tényleg, hogy mik a érdekes dolgok, és hogy még miket kell megrendelni most ebben az esetben a Panasonic-tól. Például szerintem nagyon sok fog a GH5 körül forogni, de általában nagyon sok TV-t is láthatunk a Panasonic-nál, meg akár háztartási rendszereket is, mert nagyon sok business-to-business dolgot is igazából járt a Panasonic, például epilátort is. Hát ezekkel nem tudom, hogy kéne annyira, de sok más dolgot is. Majd a reptéren is még folytatom a vlogot, majd remélem a lounge-ba is be tudok ülni röviden, nem tudom, hogy hány órától van nyitva, azt hiszem 5-től és 5 óra 50-kor van boarding, és kb. 5-re kéne kijöjjek szerintem, úgyhogy majd onnan is tudni egy kicsit forgatni, és megmutatom nektek, hogy milyen kis kajákat lehet a budapesti reptéren kapni, hogyha sokat repül az ember Air Berlinnel vagy más társasággal, és elmesélem, hogy milyen volt
a tegnapi kis mozizás, ahol nem a Fifty Shades of Grey nézte meg Valentin nap volt. Köszönöm Zsófi, nem azt kell megnézem, azt már előtte megnéztünk együtt, de egy másmilyen néztünk meg, és aztán mindjárt folytatom, hogy melyiket. Egyelőre kis utazom, nézek sorozatot, és eszek egy almát, meg kis vizet iszok, mert azt persze hoztam magammal, és a reptéri meg kell igyam. Már megint is mit csinálok, ez már kicsit kényelmesebben néz ki, mint az előbb a vonal, de ahogy látjátok, egy lounge-ban vagyok méghozzá, Budapesten a Skycord lounge-ban, be tudok menni elbelinni az aranykártyámmal, vagy a plátinkártyámmal, például, hogyha most a Lufthansa-val repültem volna előző évben 30-szor, akkor csak egy ezüstkártyám lenne, és nem megedném éppen sehova, és Budapesten még csak aranykártyások jönnek be, meg lent is van egy külön lounge, ahogy kicsit rosszabb a faj az Lufthansa-nak, lenne például a lounge, itt fent az Airbelinnél eléggé jól érzem magam, és az Airbelinnél például azt hiszem 40 repüléstől már lehetünk arany, úgyhogy sokkal érdemesebb szerintem ott gyűjteni pontokat. Manapság eléggé rossz állapotban van a repülőtársaság, hogyha jól halljuk, de még egy pár hónapig biztos kibírják. Kicsit körbe viszlek titeket itt a lounge-ban, hogy le tudjátok nézni, hogy hogy néz ki az egész, hogy mit lehet itt majd kapni meg. Ennél is igazából, hogy már látjuk, a fő lényeg az, hogy persze vannak ingyen minivalók, amiket persze nem tudjuk elvileg felvinni a repülőtére, meg már átmenjük a security-nak rá. Néha még egy sört is elviszek magam, hogyha ebből én nem vannak sem, csak mindig csak vannak lesz minivalók. Vannak jó kis pogácsák, meg más dolgok. Egy kis húsos dolgokat szerintem a legjobban. És minden kávé, meg joghurt, meg ilyen más dolgokat is, meg WC, meg lesz ingyen netet is találunk itt, meg újságokat a Skycord Lounge-ban, ahol persze még nem is olyan rossz a net, úgyhogy még lehet akár tényleg még dolgozni, és most még egy 40 percet még nem kezdődik a borival. Tehát így még vissza is folytassuk a munkát, aztán majd a repülőben folytatom majd, hogy milyen volt a tegnap esti film, vagy filmek is igazából megnéztem az előző pár napban itt Budapesten. Tehát már megint egy repülőben ülök, mint ahogy ebben a hónapban még fog egy párszor ülni, és amúgy általában elég sok hónap így néz ki, hogy vannak olyanok, ahol egy-két hónapig igazából után csak egy-kétszer repülök, különben meg egyfolytában tényleg ilyen hetente egyszer, vagy kétszer is akár repülőben ülök. Nem annyira kényelmes, lassan már érzitek, hogy mi azért nagyon hamar fel kellni, nagyon fura igazából, mindig igazából hamar érik sorban ülni, és még sietni egyik géptől a másikban. Most is például már csak egy 20 percen lesz átszállni belőle, úgyhogy ki kell menni, aztán meg security is végig kell menni. Van priority, hogy nem kell igazából sorba állni olyan sokáig, de persze más embereknek is van, és a Berlin reptér eléggé kicsi. És persze, hogyha mi nem ismerjük igazából, hogy hova, merre, hogy kell menni, akkor persze simán le is maradhatnánk amúgy akár egy gépről. De amúgy szerencsére még úgy szokott működni a boarding time, hogy akkor, hogyha 20 perc van, már kezdődik a következő boardingom, legalább olyan 15-20 perc még igazából mindenki be is száll majd a repülőben. Most én voltam az egyik első, az embernek be tudtam szállni Budapestre, még busszal jöttünk ide, mint ahogy általában az ilyen Airbelines repülőknél nekem előszokott fordulni, de a Lufthansa-nál is van néha, úgyhogy úgy van. Olcsóbbakkal nem nagyon szoktam repülni, ilyen Wizzair-rel, EasyJet-re, meg ilyenek, mert például nagyobb városokban az ilyen cégek le se tudják nekem foglalni, most is a Panasonichoz megyek, és ők foglalták le a repülőt, és neki nincs benne a rendszerben, hogy ilyeneket tudnának foglalni. Most igazából az következő 40-50 percben, amiközben repülni fogunk, én próbálok majd aludni, ilyenkor már este csak 2 órát tudtam aludni, és persze, már utána, hogyha átszálltam megint és repülök tovább, megint egy olyan 40 perc, akkor megint egy kicsit próbálok kipihenni magam, mert utána majd egy csomó videót kell csinálni, mindenféle tévéről, meg más dolgokról Frankfurtban, és este még egy vacsora is lesz, azt majd a következő videóban azt hiszem nem belerakom, az már annyira nem izgalmas, azt a BenQ-nél is kihagytam. De amiről most még akarok beszélni, az igazából az lenne, hogy persze, ahogy említettem, voltam moziban, nem volt rossz az új Resident Evil film, ugyanolyan volt, mint az előzők, és nagyon izgalmas volt, 4D-ben nézte meg a West End-ben, a barátnőmmel is igazából nagyon szétrázottunk, és ő mindig hozzám akar bújni, csak mindig ilyen levegős sugarak jönnek hátulról, ami igazából azt realizál, hogy azt csinálnák, mint hogyha lőnének éppen, és ő mindig az ő haját előre lőtte úgy, hogy nem látta néha a filmet egy pár másodpercig, és idegesítő volt neki, úgyhogy ez nem egy ilyen partner filmes dolog általában az ilyen 4D mozi, de nagyon szeretem, mert ott ez a fajta mozi nem lehet igazából otthon realizálni. A Fifty Shades of Grey-nek a második részét is megnéztük már pénteken, és az sem volt olyan rossz, csak hogyha nem olvasok a könyveket, akkor igazából én nem olvasom a könyveket. Elég ilyen összecsapottnak tűnt, igen, elég és sok információ volt benne, ami tovább viszi a sztorit,
de sokkal jobban értettem úgy, hogy majd a barátom is mondta igazából, mik történtek pontosan igazából a könyvben, és engem persze nem érdekelt volna annyira a film, és max mind a hármat megnéztem volna majd egyben, a harmadikat majd gondolom megint jövő évben Valentin napról hozzák majd ki, és azt is majd sokan fogják meg megnézni, és amúgy, hogyha ilyen szexuális dolgokról lenne igazából szó benne, hogy miket lehet csinálni egymással, így nekem úgy tűnt, hogy főleg persze ők voltak a moziban, és engem annyira nem vidított fel, hogy most miket lehetne csinálni, mert annyira sok újdonságot szerintem nem mutattak, ami izgatott volna engem, hogy majd nekem sincs kell próbálni. De hogyha nektek való film igazából, vagy meg már megnézhetitek, mert persze 18 éven felülieknek van, akkor nyugodtan nézzétek meg, annyira szerintem nem ártalmas, mint egy minden másik ilyen simább, manapság 16 meg 14 éven felülieknek való Hollywood ilyen viccesebb, értelmetlen film sem, még mondjuk. Nem is tudom, hogy mit néztem utoljára, valami észak-korai filmet néztem, amit Hollywood persze elformatott olyan szempontból, hogy King Jong-un-ot igazából látták rosszul beállítani, de azt hiszem nem is adják sehol, se csak Blu-ray-en lehetett ideig venni vagy letölteni. De most éppen nem tudom, mert azt hiszem The Interview-nak hívták. Mindig ez a lényeg, hogy kicsit moziztam, ti mit csináltatok nem Szilveszter, hanem Valentin napon, vagy Bálint napon lenne amúgy, de Valentin napon a barátokkal, ismerősökkel, vagy bárkivel, vagy nem volt akkor igazából, elmentem valahol inni, beszélgettek, nem vagy érdekes lenne megtudni, hogy ti miket csináltok ilyen spéci napokon az évben, mint ahogy karácsonykor is megkérdeztem igazából az egyik vélogomban, hogy ti mit kaptatok, most persze érdekes lenne tudni, hogy ti miket csináltok. Én, ahogy említettem, csak kicsit főztünk egyet, és aztán mentünk moziba, és ennél nem volt nagyobb dolog. Még olcsón lehetett az Aldiban kapni földjelteket, és hogyha figyeljetek a Snapchat-e meg Instagram videóneket, én ezeket már mind kirakom pont aznap, amikor történnek, amiközben történnek, és érdemes feliratkozni olyan szempontból is, hogy hamarosan, két év múlva, pont azt hiszem holnap két év múlva megyünk Barcelonába, és hogyha jönnek majd az új Samsung Galaxy S8, LG G6, Huawei P10, meg sok másik telefonok, már is kirakom, persze Snapchat-en, Instagramon az első benyomásomat, körbemutatom neked a készlékeket, és nem kell egy napot, két napot, három napot várni, hogy kirakjam a nagyon szép bemutató videókat 4K-ban, majd persze kirakom őket, de érdemes persze feliratkozni és benézni. Tehát most egy kicsit pihenek, aztán lássuk, hogy Panasonic miket mutat nekünk, és folytatom majd Frankfurtból a vlogolást. Most a Mobile World Congress az, hogy Panasonicnál vagyunk itt, és mindjárt megint, amit a Las Vegasban is láttunk igazából, hogy bemutatnak nekünk itt Frankfurtban, lássuk, hogy miket mutatnak be, aztán meg lesz egy kis kávészünet, és körbe lehet járni a tévéket, meg minden más megnézni. Tehát, hogyha még nem jártatok a roadshow-n ilyen dátót, akkor most így meg tudom nektek mutatni, tehát így nézek ki Panasonicnál, de a Sony és Samsung meg más is állnak ilyet, hogy bemutatják, hogy vannak például kamerarendszereik, itt kellett például próbálni majd a kamerákat, a GH5-öt és a legújabbat. Itt van mindig kamera kitéve, mindig lencsével, ez persze sok pénzbe kerülnek ezek, aztán itt lehet látni például a GH5-öt egy ilyen profi kiállításban is. De persze nem csak a kamerák a lényegük a Panasonicnál, hanem akár tévék is vannak. És az egész tévésorozatot, amit ebben az évben árulni fognak, nem ezen a falon látunk, hanem itt hátul látunk. Egy 24 incses kicsi tévétől ott lent, egy egészen nagy 77 meg, akár 80 valahány incses tévé is ott ki vannak téves, ezeket minden meg lehet nézni. Tapogatni nem távol jutott, csak kapunk hozzá, de meg lehet nézni persze, hogy milyenek a képkülönbségek. Amit még itt lehet látni majd, azok más dolgok is. Mint például, hogyha a nappaliban kirakjuk, akkor hogy nézzenek ki, milyen lábak vannak, meg ilyenek. És különben ott hátvén még hangszórók is vannak, és más megoldások is, ilyen lesütitek. Ennek is vannak, ahol majd azt is látjuk, hogy persze, hogy néznek ki a tévé, hogyha egy profi szobában látnánk őket. Itt vannak ilyen kisebb hangszorók, ezek világítanak is, és persze ezeket bárhova tudjuk majd felkerülni, hogy szépen tudjuk zenét hallgatni, vagy ilyen DJ-ként igazából tudunk 3000 wattnyi hangerőt is produkálni. És itt vannak persze a streaming hangszórók, amik is nagyon jól lennek, és ennyi is volt a rövid Panasonic körbe járat itt Frankfurtban, holnap irány tovább Münchenbe, hétvégét egy kicsit a suliba járok, meg tanulok, aztán utána tovább irány Mallorca, de majd egy vlogban majd még mesélek, hogy
hogy te majd a következő napok mégis, hogy mit várhattok a Samsung Galaxy S8-tól is, meg a másik készüléket is már említettem, érdemes feliratkozni a többi csatornán. Ennyi volt egyenlően a Frankfurtból, köszönjük, nézzetek, és sziasztok!